országos rendezvényhez csatlakozik Székesfehérvár városa. A jégpályák éjszakája egyre nagyobb népszerűségnek örvend, a téli időjárás pedig ismét kedvez a korcsolyázás szerelmeseinek. Székesfehérváron két helyszínen várják a korcsolyázókat január 20-án szombaton este, ezek közül az egyik az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnok. Itt 19 és 22 óra között bárki jégre léphet, a felnőtt belépők 2000, míg a diákjegyek 1500 forintba fognak kerülni. Igyekszünk kedvezményekkel csábítani őket, a családi jegyet mindenképpen és a kedvezményes belépőt mindenképpen érvényesíteni fogjuk ezen a jégpályák éjszakai rendezvényen. Egyébként pedig megtalálják azokat a szórakozási formákat itt, amiket általában is, tehát a zenére, zenés korcsolyázást az nyilvánvalóan továbbra is művelhetik majd azok, akik kilátogatnak hozzánk. Én remélem, ahogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Fehérváron nagyon sokan jönnek. Közönség korcsolya egyébként nem csak a jégpályák éjszakája alkalmával várja a csarnokba látogatókat. A szombati időpont után január 21-én vasárnap, január 27-én szombaton, január 28-án vasárnap és február 4-én vasárnap is lesz közönségkori a Volán otthonában. A nevezett napok mindegyikén 17-től 20 óráig veheti birtokba a jeget a közönség. A Koriliget január 20-án szombaton a szokásoknak megfelelően reggel 8 és este 8 óra között lesz nyitva, majd csatlakozik a jégpályák éjszakájához. Éjszakai korcsolyázás lehetőséget biztosítunk a város lakosainak. 8 órától bezárunk a normális működés után, utána 1 óra jégfelújítást követően 9 órától 11-ig lesz nyitva a Koriliget, 1000 forintos egységes belépőjegy árral. Természetesen ezúttal is lesz lehetőség korcsolyabérlésre, a szervezők pedig minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A jégpályák éjszakáját egyébként a legjobbnak ítélték az év szabadidősport eseménye kategóriában az év sportolója gálán, ahol Szoboszlai Dominik városunk szülöttje lett a 2023-as év sportolója.